Akkor nagy szeretettel üdvözöljük körünkben Makárolyt. Ildikót már bekonferáltam, meg magamat is, úgyhogy mindenki be van mutatva, úgyhogy innentől kezdve. Mi ismerjük egymást. Ti már valahonnan ismeritek egymást. Ildi, kezded? Akkor én kezdem, mert én... Vagy hallatszol? Van valóta? Kezdtem, aztán addig én megismerkedtem. Jó. Szóval azzal kezdjük szerintem, hogy miért pont erre a két... Szóval hogy indult ez el ez az egész film olyan szempontból, hogy erre a két déri novellára esett, vagy nem is az, hogy erre esett a választás, hanem hogy jött az ötlet, hogy pont ebből a kettőből készüljön egy film. Én 1956 nyarán, amikor egy nagyon eleven nyár volt ez itt Budapesten és Magyarországon, 53-ban Josif Vissarionovics Stalin úgy döntött, hogy a szocializmus, a realizmussal nem gyötör bennünket tovább itt az alvégen, és visszalépett. És ez az 53 és 56 közötti élet Magyarországon, ez egy nagyon fura, termékeny, izgalmas három év volt, ahogy itt általában ez a vastag keret, ami belül mozog egy ország és egy társadalom, ez kezdett egy picikét lazább, keskenyebb és valahogy olyan átélhetőbb térben elhelyezkedni. És a Déri Tibor, aki annak az ominózus Petőfi körnek egyik fő szereplője volt, írt egy Szerelem című novellát, ami az akkori irodalmi újságban, akkor az volt a neve, jelent meg, és arról szólt, hogy egy ártatlanul elítélt ember, egy politikai perben ártatlanul elítélt ember kijön a börtönből, megy haza, a gyerekét még soha nem látta, aki másfél vagy két éves, és semmit nem tud tulajdonképpen, és megy haza, nem tudja, mi fog történni vele közte és a felesége között. És lejátszódik tulajdonképpen az a történet, hogy az asszonnyal hogy találkozik, hogy veszi tudomásul a gyermekét, hogy van egy új tagja a családnak, és lényegében kisebb-nagyobb változtatásokkal, ami itt a filmen látható, az volt leírva, és engem nagyon megfogott ez a tiszta, egyszerű, de nagyon izgalmas, jelenet sorozat, ami itt kialakult már a börtönben, hogy elkezdődött, hogy nem tudja, hogy mi lesz vele. Ezek kvázi ebből a novellából szóró-szóra átvett dialógok. Maga a történet egy kicsit, igazgatva van filmre, és van egy vége, ami tulajdonképpen, ha az ember igazán hideg fejjel néz, egy operett vég, amikor a feleség azt mondja a férjének, akit nem látott x éve, hogy velem alszol, igen, egész éjjel, mindig, amíg csak élünk. Zene, tánc, stb. De ez engem annyira vonzott, hogy meg kellene próbálni, ezeket az alapvető emberi érzéseket vagy vágyakat olyan hitelesen megcsinálni, úgy, hogy ezt a közönség elhiggye. Hogy ez van, ez létezik, és ez milyen szép az élet, de vagy szép lehet. Ez volt ez a novella.
mikor a déli kijött, akit becsuktak másfél vagy két évre, ez a történet, ami a filmben lejátszódik, a feleség, aki a mamát be akarja csapni, mert a mama már nagyon öreg, nem is nagyon jó állapotban van, hogy a fia nem börtönben van, hanem ő nagy karriert csinál. És tulajdonképpen semmi másról nem szól ez az ő történetük, mint az ő kettőjük találkozásairól. És mikor én ezt elolvastam, valamelyik folyóiratban jelent meg, akkor mondom, hát itt van egy kész film történet, a végét megírta már a Déri, az eleje itt van avval, fölhívtam, hogy szerencsés módon ismertem, és azt mondtam, hogy te, itt van egy film lehetőség. Legyintett nekem, hogy te egy csacska fiú vagy, te nem tudod, hogy az két kész mű, te nem tudod, hogy az egyikben van gyerek, az egyikben hosszú a haja a nőnek, a másikból. Csupa film szempontból mókásan dilettáns és idétlen dolgot. És aztán én maceráltam őt 3 hónapon keresztül, és a végén azt mondta, hogy Karcsikám, ebben az ügyben nem akarok vele többet találkozni. Jó. Ellen, ez volt májusban, ellenben karácsony előtti napon fölhívott, és azt mondta, hogy te, megírtam ezt a forgatókönyvet. Hát én, mint az őrült, beültem egy taxiba, elmentem, akkor kopírpapír volt, 6 példány, és épp akkor ő a feleségével rakta szét a példányokat, egyet mindjárt elvettem, és mondtam, hogy na Tibor, beszél. Ez ugye nincs mit beszélgetni, itt van, csinálj vele valamit. Ez volt 1900, azt hiszem, hogy 62 vagy 3-ba. Amikor a börtönből kijött rá egy fél évre, vagy egy évre rá. Én ezt, mint tervet, akkor a stúdiórendszer volt, rögtön, mint egy olyan lehetőséget, amiből én szeretnék filmet csinálni, rögtön beadtam, minden barát és minden ellenség azt mondta, hogy apukám, ebből nem lesz film. És akkor, hogy mondjam, a lehetőségekhez képest csináltam az én dolgaimat, és minden évben ezt beadtam. Nem voltam a kultúrpolitika kedvence, de az, hogy engem elnyomtak, vagy nem engedtek dolgozni, volt, amit meg lehetett csinálni, vagy megtudtunk, volt, amit nem. És én különböző filmeket csináltam, mindig, minden évben jelentkeztem ezzel az ötlettel, és mindig elhesegettek. Most feltehetően a kultúrpolitikának egy nagyobb problémá is akadt ennél, mert egyszer volt egy filmbizottság, annak az elnöke, a Szabad Nép és a Népszabadság örökös szerkesztőhelyettese volt, azt üzente a Bacsó Péter nevű kollégámmal, mondja meg a MAK-nak, hogy csinálja már meg ezt a szerelmet. Ennyi. Ez volt 1969 őszén. Közben benneteket is akarlak biztatni, hogyha közben valakinek van kérdés, akkor nem kell a végéig várni, tehát nyugodtan jelentkezzetek közben is. Jó? Ildi? A Normas Ivánnak a személye, ez működik? Az is egy problematikus... Azt mondta, hogy Ildi mikrofonját húzzátok fél hangba, egy picit nem majd. Most valami van. Beszéljünk hangosan. Igen. Tehát ez egy kifejezetten provokatív szereplőválasztás volt. Tudom, hogy jó barátok is voltak egyébként. Nem. Nem? Nem, nem, nem. Én a Darvas Ivánnal csináltam a Gideonfit, meg nem tudom filmeket. És én őt az számomra az egyes számú férfi színész volt, és mindig benne gondolkoztam. De fölmerült bennem, hogy tulajdonképpen az lenne a filmbe a trúváj, hogy dumálnak itt egy órán keresztül valakiről,
hogy ne egy ismert fazon jöjjön ki, az Iván, vagy a nem tudom ki, hanem valami új arc, hogy Jézusom, hát akkor itt mi lesz? Hogy ne áruljam el előre, mert ha az Iván kijön, ja, hát majd akkor boldogság lesz. Olyan a figura, olyan a megjelenés, olyan a tehetség. És ezért én kinéztem már régen magamnak a megszállottak óta a Pálos Gyurit, Györgyöt, aki egy fura, nagyon tartózkodó, nagyon, hogy mondjam, nem nagyon barátkozó, de egy remek film színész volt. Talán abban tudok segíteni nektek, hogy emlékezzetek rá, hogy ki. A Tizedes meg a Többiek című filmet az biztos sokan láttátok, és abban az a, aki a, mindig az oroszokat várja, hívja, és ő az, aki ott magyarázza, hogy eltársak, gyertek ide, itt vagyunk, és akkor ő ráadnak egy sorozatot. De ha a megszállottakat megmutatod, abban kiderül, hogy egy bravúros színész, ráadásul a Szirtes Ádámmal egy olyan duettet csinálnak, vagy duót, ami, hát, szóval nekem ott esett le a tantusz, hogy hát van itt még anyag. Na, én megfölkértem a Pálos Gyurit, aki már a másik filmemben is játszott, és szívével problémák voltak, több éven keresztül nem engedték dolgozni, elmentem hozzájuk, hogy tudsz-e már dolgozni, van ez a lehetőség, és akkor azt mondta karácsony előtti este, mindig karácsony van, ez egy érdekes dolog, és azt mondták, hogy jaj, most volt itt az orvos nálunk tegnap, hogy a Gyurinak ideje lenne valami nyugalmas, kellemes, finom munkát találni, ahol nincs idegesség, meg izgalom, de hogy valamit csináljon. Ebben megállapodtunk, és rá 2 vagy 3 hétre kaptam egy hírt az ő feleségétől, hogy a Gyuri meghalt. És akkor én őszintén megmondom, hogy az én első gondolatom az volt, mert a szerelemben már volt egy baklövésem előtte, hogy Jézusom, már megint kaptam egy figyelmeztetést fentről, irányad orvos Iván. És akkor fölkértem az Ivánt, és hát azt én tudtam, hogy... Ő... A föntről alatt nem a párt központot érted most, hanem a másik föntről, hogy a figyelmeztetést föntről kaptam. Hát igen, valahol van, de minden esetre, igen. És akkor... Miután a börtönből kijött, még néhány hétig lakott is nálam, mert olyanok voltak a körülményei, mindegy. De én nem gondoltam át, hogy ő igazán, hogy ő... A tantusz akkor esett le, amikor elkezdtem azután járni, hogy még börtönbe lehet forgatni. És akkor a filmgyártásban egy vezető alak azt mondta, hogy el kell menni a legfőbb ügyészségre, megkeresni a legfőbb ügyész helyettesét, mindig azok a főnökök, és vele beszélni. És akkor azt mondta nekem a csendes elvtárs, hogy hát szó nem lehet erről, hát csak nem képzeli, hogy én ahhoz adok propaganda eszközt, hogy arról beszéljünk, hogy nálunk embereket lecsukadtak. Mondtam, jó, akkor én elmegyek egy iskolába, az ablakokat berácsozzuk, az ajtókat megcsináljuk, és akkor csinálok egy igazi, tisztességes magyar börtön. Kicsit rosszabbul fog kinézni, mint ami maguknak van. Én miért kiméljem magukat? Így lehetett beszélni, hozzáteszem. 3 nap múlva visszahívott, és azt mondta, hogy igen, lehet forgatni itt és itt, Fő utca. És akkor derült ki, mert ők szabták meg, hogy hol, hogy hova mehetünk. Uh-huh. És amikor beköltöztünk, mikor én mondtam az Ivánnak, akkor egy árva szót nem szólt. De amikor bementünk egy cellába, amit kiválasztottam, a Tóth Janó valakinek hihetetlen érdemei vannak ennek a filmnek az elkészítésében, egyszer csak az Ivánból kibukott itt valami, és az egyik őrnek azt mondja, te gyere csak ide!
Oda megy az őr, azt mondja, menjél le, vegyél nekem egy papír, nem tudom, ilyen cigarettát. Pasi elment, és mondja, mondjanak, mi van? Azt mondja, te, hát én itt ültem, és ez a fickó, ez itt szintén őr volt. Ebből lett egy olyan kis házi napi program, mert jött a börtön igazgató, hogy erről nem volt szó, hogy a filmszínész leszúrja az ő embereit, minden Isten haragja, de ez egy fél órás cirkusz. De hogy a forgatásnál ez tudat alatt belejátszhatott abba, amit mi, az Iván ott előadott, és mi ott rögzítettünk, az biztos. Mert aztán ő mondta el, hogy hogy ment haza, hogy van egy ilyen kis batyú, abba teszik be mindig, amit haza lehet vinni. Tehát az az egész dolog valahogy nagyon mélyről följöhetett benne. És hát ez megint valami olyan milyen kombinációja a magasabb erőknek, hogy amikor elkezdtük a filmet, valahogy úgy éreztem, hogy nem kell olyan sokat vacakolni, meg kell csinálni. A Janóval hogy kezdték a munkát? Hogyan, tehát milyen ponttól csinálták? A Janóval úgy kezdtük, hogy amikor eldöntöttük a külsőt, ami az Orsó utcában a Volt Nagy Imre házától a második vagy a harmadik olyan érdekes furaház volt, és hozzá egy nagyon ismert jó díszlettervező, a Róvári, hozzácsináltuk a díszlettervet. A díszlettervezők általában mindig két számmal nagyobbat csinálnak, mert a kamerának el kell férni, világítani kell, minden Isten haragja, és ezek óhatatlanul, hogy mondjam, nem adják azt az érzést, hogy ez egy igazi tér. És én ezzel mindig szenvedtem, és mindig vihaskodtam. Én mikor leültünk ezzel a tervvel, Janó elővette a ceruzáját, innen a nyakából, és így behúzta, azt mondta, kacsikám, ez a négy fal. És innen elvett másfél métert, onnan elvett 75 centit, és ránéztem, mert akkor látsz mindent, egy sarkot, két falat. Mindig egy falat látsz egy filmben, az előtte dumálnak a színészek, rémes. És ezt odaadtuk a Romvári Jóskának, aki tekerte a nyakát, de utána, amikor elkezdődött volna a forgatás előtte, elmentünk a bizományi áruházba, és vettünk két teherautónyi bútort, és egy szombat-vasárnap kimentünk a Pasaréti gyárba, és a Janó elkezdte ebből a két teherautónyiból kiválogatni, amik a falon lesznek. Az mindig egy probléma, hogy mi van a falon. Rá oda teszünk egy képet. Nem jó. Oda teszünk, csak nem jó. Most ő a történetnek megfelelően a gobleneket, a nem tudom mit, ami egy külön hátul, egy hogy mondjam, vizuális világ, úgy válogatta össze, hogy volt egy lovas futár, aki visz egy levelet. Ez soha még filmkritikus föl nem fedezte. Vagy az ajtónál, ha kinyitod az ajtót, akkor van egy családi kép, fénykép, régi. Nem ezeknek a fiatalkori képe, de valami olyan, ami megy ehhez a háttérhez. Akkor volt egy, hogy mondjam, egy fotel, ami fontos volt, de a karja, a két karja nagyon merev, minden Isten haragja. Arra azt mondta, gyerekek, dobjunk rá egy finom valami, szürke valamit. Ettől ez a fotel olyan, milyen lett? Más. Na most a Janó ebben valami olyan hihetetlen invenciózus volt, hogy az nem igaz. És amikor a Déli beleírta ebbe a forgatókönyvbe azt az egy régi emléket, hogy és a mama fekszik az ágyba, és egyszer csak látjuk őt távol, hogy
konfis kocsiban ül, és megy egy szép fasorba. Ezt én aláhúztam magamnak pirossal, hogy ezzel én valamit tudok kezdeni. És megállapodtunk a forgatás előtt a Janóval, hogy megpróbáljuk a három vagy négy nagy jelenet alá biztosan, meg egyéb helyre is becsempészni majd, amiket csinálunk. De hogy mit fogunk csinálni, nem tudtuk. Azon kívül megállapodtunk abban, hogy ezt a technikát, amit sajnos később én is, amikor nagyon, hogy mondjam, már belement az ember egy filmbe gyorsan, hogy a totál az anstitta közeli, hogy ezektől szabaduljunk meg, és ne ezt az előírt, hogy mondjam, útját a film technikájának, hanem ebből a szobából egy kicsit úgy távolról nézve figyeljük ezeket az eseményeket, és szedjük ki a néha szokatlan, néha megszokottat, és ebből építsük fel a dialógot már képszerűen. Hát magyarán ő egy abszolút társ volt ebben a munkában, és amikor a lényegében már kifele tartottunk a filmből, akkor határoztuk el, hogy kimegyünk ebbe a régi elhagyott kastélyparkba, oda kiviszünk két lányt, akik olyanok, mint akikkel, és ott megcsináljuk ezeket az emlékképeket, mintha állóképek lennének. Minden faszti nélkül, tehát nincs nagyon gépmozgás, minden is ne valagja, és kimentünk, csináltunk a jégpályán korcsolyázót, ott evezőt, meg ezt, meg azt, meg amat, leraktuk, és amikor kész lett a film, akkor elkezdtük ezeknek keresni a helyét. És maga a történet annyira adta magát, hogy az első menetben egész az Iván kijövéséig ez világos volt. Hozzátartozik, hogy úgy dolgoztunk, hogy mikor én valamit összeraktam, odaadtam neki. Ő éjjel átvágta. Én visszavettem, abból kiszedtem azt, ami neki tetszik, odaadtam az én vágomnak. Akkor ő orvul visszajött az én vágomhoz, és visszakönyörgött kétsnittet. Akkor én újra megnéztem, és a végén kialakult az, ami itt van. Én csak azt akartam kérdezni, hogy a díszlet az a mamának a szobáján és lakásán kívül a más belső is épült díszletbe, vagy akkor mind eredeti helyszín? Hát nézd, más külső, más belső mi volt? Volt a börtön, amit eredetibe forgattunk? A Töröcsik saját lakása, ahol lakik és ahol várja. Hát ez egy albérlet, ez szintén albázó albérlet. Igen. Az szintén egy eredeti helyszín volt, igen, de olyan szűk volt az a kis szoba, hála a jó Istennek, hogy időként csak az ablakon kívülről tudtunk fotografálni félközelégeket, de sűrű. A Dérinek a forgatókönyvéhez hozzá kellett nyúlni, vagy? Én radikálisan hozzányúltam. Nem, de jó, ezt én is akartam kérdezni, hogy mert azt mondtad egy fél mondattal, hogy hát meg kellett csinálni azokat a változtatásokat ahhoz, hogy ez filmé váljon, de hogy mi volt az irodalmi anyagban az, ami... Én elmondom, hogy a Déri, mint minden komoly író, ugye azt gondolja, hogy a film az valami más. Ezért ezeket az óriási jeleneteket. Itt van három vagy négy jelenet az anya és a menye, a Törőcsik Mari és a Dalmasnagy között. És ennek az egészben van egy hihetetlen ritmus, ahogy egy rövidebb, aztán egy semmi, aztán egy long play, egy hosszú, és akkor az hosszú, és aztán annak van egy rövidebb lecsengése, és akkor újra jön egy hosszú, amikor ő beteg, meg nem tudom micsoda. Ezeket ő szétlagdalta különböző kis jelenetekre, minthogyha ez a napi látogatás ismeretsége lenne 20 esetben. Ezt én mind eldobtam,
És visszatértem az eredetihez, ahol az a longplay, mikor olyan sokáig dumálnak, reszkírozzuk meg, hogy ez maradjon úgy. A rizikó az nem volt kicsi, mert ez egy szokatlan dolog, két színész egy szobába, minden Isten haragja, és ezek a icipici bevillanások meg szünetek meg, nem tudom még, ezek ugyan valamit segíthetnek, de sokat nem. De ezzel a két Isten áldott a színésznővel, meg kell mondanom, hogy amikor elkezdtük csinálni, éreztem, hogy ez a jó út. Kivéve a legvégét, ahol az Iván hazamenése és az otthon tartózkodása, meg a várakozása, abban több olyan apróság van, ami a írásban nem volt. Tehát az idő, hogy addig húzzuk, míg a Mari megjön, ameddig csak lehet, oda csináltam ilyen kis, kifaggattam a délet, hogy mit csináltam, mikor hazamentél először. Az, hogy te, elkezdtem enni. Ez nem volt benne a forgatókönyvben. Jó. Mit csináltál? Hideg volt a vizében, nem tudom mit. Szóval ezeket én mind meghallgattam, és ezek apróságok, de nagyon tudták akkor ezt a hangulatot erősíteni, hogy jöjjön már ez az asszony nyilvánszer. Ezek voltak, és hát nem tudom. Közben nézek, látok, hogy innen van egy kérdés, mondjuk. Én azt hiszem, hogy nekem rövidebbre kéne itt mondom. Nem. Ne fogd magad rövidre. Nyom meg a gombot, hogy zöld legyen. Ha? Uh-huh. Okay. Igen. Hát én azt szeretném tudni, hogy a két színésznőt mennyire kellett instruálni, vagy hogyan, mert úgy tűnik, mintha tényleg az ő játékuk annyira ugye egymással is olyan összefügg, meg nem tudom, hogy ezt így nem lehetett volna. Én nekem az első filmjeim, az első 5 vagy 6 vagy nem tudom hány filmem, ahol nagyon, hogy mondjam, a színészek színe javával dolgoztam, a legelső a Lilian fő, ahol volt egy öreg csapat, meg egy fiatal, akik egymás tenyeréből lettek és támogatták egymást megállás nélkül. Valahogy amitől én mindig féltem, hogyha én nem tapasztaltam korábban, amikor én asszisztens voltam x éven keresztül, hogy az én idősebb kollégáim olyan, hogy mondjam, valami pluszt teljesítettek volna a színészekkel. Remek színészek ültek, ott a Gábor, Miki, a Lukai, Éva, nem tudom, kicsoda, remekül elmondták a szöveget. Igen, egy kicsit sok felvétel. És én nekem mindig volt egy félelmem, hogy hát ezeket meg kell már egyszer mondani, hogy ne színészkedjenek, meg ne adják ezt elő, hanem csak hallgasd meg, hogy mit mond ő, és döntsd el, hogy hazudik-e vagy nem, jó-e az neked vagy nem, érdekel-e vagy nem, és válaszolj rá. Jó, de érdekes. És én elkezdtem ezt, hogy mondjam, szisztematikusan alkalmazni különböző filmjeimben, de a vígjátékok vígjátékában is, és eljutottam odáig, hogy a színészetet minimalizálni kell ahhoz, hogy valami fajta ilyesmi, ami elég jól összejött, hogy ilyesmi jöjjön ki. Ehhez óriási segítség volt a Darvas Lili, aki notabene egy film gyakorlat nélküli nagy színházi Reinhardt színésznő volt, de nem nagyon elemeztük a
film, a forgatókönyvet, mert nem szerettem volna, ha a két művésznőnek lenne egy elképzelése, hogy akkor ő hogy építi fel ezt a szerepet, mert hát ha ők másképp építkeznek, mint ahogy én gondolom. Ezért igazán soha nem beszéltem, hogy majd amikor a ott az izé, és ha összehasonlítsuk, és most játsszuk el az elejét, meg a végét, és hogy a fejlődés, meg a... hanem jelenetről jelenetre, mindig csak a jelenetet jól, hogy jól, majd megbeszéljük. És valahogy a Darvas Lili az első nap elkapta ezt a stílust, és amikor elkezdett hangosabban beszélni, mondtam, hogy Lilike, nem, ez így jó volt, ahogy próbáltuk. De nem hallja a mikrofon. Nem baj. Miért? Hát mert majd a végén szinkronizáljuk mi. Nem tudta, mi a szinkron, Amerikában ilyet nem csinálnak. Na most ő megadott ezzel egy alaphangot, és hát ez olyan, mint egy finom vonós négyes, hogy ehhez a Primhez, ehhez a hegedűhöz, a többiek finoman alkalmazkodnak. És ők nagyon a második, harmadik nap megérezték, hogy ez egy kicsit más, és azt kell mondanom, hogy innentől kezdve hát nagyon finoman ment minden. És valahogy ők maguk kezdték érezni, egyik a másikon látta, ha nála nem volt, megpróbálta rögtön magára alkalmazni, hogy tulajdonképpen egy gond nélküli, azt kell mondanom, hogy élvezetes dolog volt, hogy hát gyerekek, bemegyünk a műterembe, ott van ez a két színész, már mindenki mindent tudja, a lámpát, az ezt, az amaszt, az így, úgy, amúgy, mire kell várni. Hát majd ők csinálják ezt a dolgot remekül. Kameraállások. Azt reggel megbeszéltük 5 perc alatt a Janóval. Ő már behozott mindig egy kis gépertlistát. Azt én megnéztem, nekem volt egy másik kézzelült lista itt. Összenéztem, ez 80%-os. Én mindig hagytam az enyémbe középen egy lukat, mert filmet csinálni, hogy minden tud az ember előre. 10 órát ülni a műterembe. Olyan eszméletlen unalmas, hogy az nem igaz. De ha hagyok egy lukat, amit ott kell majd kitalálni, hogy jó, ez innen elindul, ez is innen elindul, itt mi lesz? Aha, ja, hát ha ide akarok valamit, akkor ezzel kell majd egyeztetni, ezt a snittet azzal kell, amit már tudunk, már 20-szor megcsináltuk ilyet, behoznak egy tányérba egy kenyeret, hát már 1000-szer fölvettük, közeli kenyér, 100-szor láttuk, távolba jön, leteszi, külön közeli, 1000-szer láttuk, a kenyérrel svenkülünk, 8000-szer láttuk, ez mérhetetlen. Hogy mondjam? Na, hát macera. De ha, ja, hát ezt azért úgy kéne, az elejét ki kell találni, mert ez a másikod majd fog csatlakozni, amit előtte majd fölveszünk, majd fölvettük. Ha idegesül, igen, akkor ha ez nincs igazán kitalálva, mikor odaérek, el kell kezdeni spekulálni, hogy jó, de ezhez majd csatlakozik egy, kettő, három, négy dolog. Aha, hát akkor ezt még ki kéne találni gyorsan, jó, hogy hogy. Akkor még világítanak, én mindig elmentem sétálni, visszajöttem, a felét kibicsköltük, titokban a Jannónak azt mondta, hogy apukám a következő nem a közeli lesz, ő már csak legyinthet, mert ismertük egymást, és ez a játék, ez a közös mi, valami, ez hogy mondjam, átragadt egy stárral. Tulajdonképpen ez az alaplégkör is nagy részt megszabta, hogy ezek a színészek hogy szólnak. Mikor a Bicskei Tibi
először bejött a barát szerepébe, mikor a Marival volt egy jelenete, megszólalt Vígszínházi hangon. Én azt hittem, hogy infarktust kapok. Annyira kívül voltunk már ezen a világon. Hát amit őt mondjuk 10 mondat erejéig belefacsolni ebbe, egy tehetséges ember, nem vicc. Úgyhogy nekem ezzel a filmmel, hogy mondjam, nagyon sok befektetés van időbe, ebbe, abba, amabba, de nagyon sok szerencsém volt, ami idáig eljutott. A Janót összehasonlítva más operatőrökkel, akikkel dolgozott, hogy lehet összefoglalni az ő hihetetlen alaposságán, lelkesedésén túl, tehát azt a módszert, ahogy ő megközelített egy feladatot? Nincs. Nincs. Én dolgoztam a különböző országokban, amerikai operatőrrel, angol operatőrrel, német operatőrrel, francia operatőrrel. Ő egy más világ, egy más világba él. Effektíve. És egy olyan, hogy mondjam, egy olyan szuverén lélek, és amellett, amit nagyon nem tudok eléggé megköszönni neki, engem mindig nagyon érdekelt a világítás. És ahogy a Janó elkezdett világítani ezzel, az engem annyira megfogott, hogy ott ültem mellette, és mindig néztem, hogy micsoda hihetetlen szívósággal, amit egyébként máshol nem lehet megcsinálni. Nincs idő, nincs türelem, a színész nyugtalan, de ez róla mind lepereg. Ezt ő nem veszi tudomásul. Csináltuk az utolsó Kézzel a című filmet, egy gyönyörű budai villának a kertjébe és a villa egy részébe, és ott volt egy jó jelenet, már mindenre megvoltunk, és volt egy közeli, egy konyhába, egy csengőről. És én marha fáradt voltam, gyönyörű idő volt délután, kifeküdtem a kertbe, és mondtam Janókám, ez a csengő. Igen. Mert meg kell mondanom, hogy ugyanakkor egy mérhetetlen, nem is azt tudom, hogy alázott, de azért volt benne, hogy rögtön ráérzett. És akkor azt mondta, jó, de még mondtam az asszisztensnek, hogy gyerekek, ez nem egy órás dolog, ez 15 perc. Én elaludtam, fölébredtem egy óra múlva a kertbe, és olyan csend van a kertbe, és olyan nagy nyüzsgés a konyhába. És mondom az asszisztensemnek, te öreg, ugorj már, mert milyen jó Isten van itt. Visszajön, és azt mondja, te Janó világít. Mondom, mi a jó Isten világít, hát ez ekkora ez a csengő, ez a porál. Besurranok hátul, és még annak, hogy ezekén felékén, akkor volt egy állandó fővilágosítója, aki már csorgott a víz róla, de nem tudott kibújni a Janó dupla nelzonyaiból. És azt mondja, Ferenc, még ide egy középsűrű kivágottat, vedd le légy szíves azt a kis fölösleges fényt, de szóval mi van? Hát mondja, hát nézd, innen bejönnek különböző fények, és én azoknak a reflexeit szeretném, de hát ez a félgömb alakú, ezüstösen csillogó valami, ezt azt nem vettük számításba, és azok a külön visszavert fényekkel valamit akarok kezdeni, mert az egyik rámegy egy uborkás üvegre, ami ott van a polcon, de nem akarom, hogy látszom, hogy uborka, de jó lenne előtérben valami, tudod, mire gondolok. Na, mondok, felvétel. Na most hát ez a Tóth Janó, de meg kell mondanom, hogy azok a kisfilmek, amiket ő fotografált, amiket vágott,
aminek a zeneszerzőjét behozta. Zenére, hihetetlen zenei érzéke, amivel nem találkoztam még. És ütemre vágni minden, egy olyan, hogy mondjam, egy olyan egyedi tehetség, hogy nincs párja. De kell hozzá sok minden, hogy együtt lehessen vele dolgozni. Egyébként azt akartam én is kérdezni, hogy ugye az emberben az van alapból, hogy hát te a Janóval szoktál dolgozni. De aztán megnéztem a filmlistát, ugye a Lilion Fit azt a Pásztor filmlistával csináltad, akkor az Illés Gyuri bácsival csináltad a Házasziklák alatt, meg a 9-es korttermet, még csináltad ott vele mást? A Házasziklák alatt, a 9-es korttermet, a Mese a 12 találatról, a Házasziklák alatt, a Füreléti szabad, a utolsó, az a Vigyeltéket a három lányjal, nem tudom, én elég sokat, dolgoztam vele. A Széchenyi Ferivel dolgoztam még. A Ferivel mi? A Ferivel csináltam, kérlek szépen, a Sarkad Imrének a darabját, de mondom a címét, aztán csináltam vele utána két vagy három filmet, aki szintén egy hihetetlen sajátos. De itt még nagyon sokan vannak, mert utána ugye a Janóval csináltál nagyon sok filmet, az Erkölcsös Éjszakát, meg a Vasajátékot, igen. És akkor egyszer csak jött az Andor Tomi az Egymásra nézvére. A Janó jött hozzám, hogy van egy német ajánlatom, mondom, menj! Ne vacakoljunk, mert elkezdünk dumálni, akkor itt marad, és hát a cipője mellett jár mindenki, úgyhogy mondtam neki, hogy menj. Akkor jött az Andor Tomi, aki meg volt rettenve, de meg kell mondanom, hogy nagyon érdekes volt. Na, és akkor volt a Bíró Miki is, volt a Ragályval is egy filmet, most a Medvigy Gabival is csinálta. Igen. Úgyhogy tulajdonképpen azt akartam kérdezni, hogy most ebből tényleg... De amikor arról volt szó, hogy ezt a Beethoven-t csinálom, akkor rólad is volt szó. Ami hát elvitte a, nem tudom, a cica vagy a szél vagy nem tudom mi. Szóval ugye, hogy tulajdonképpen azt akartam kérdezni, hogy ez most már olyan, mint hogyha valakinek nagyon sok házassága lett volna, vagy nagyon sok nővel lett volna kapcsolata, hogy azért az már egy komoly tapasztalat. És igazából ugye ez annyiféle ember, meg annyi fajta munkamódszer, amit ezek az emberek képviselnek, hogy azt meg tudod-e így, vagy lehet-e ezt így, el lehet-e ezt mondani, hogy mi az, amit te szeretsz egy operatőrrel való együttműködésben, mi az, amit nem szeretsz benne, tehát hogy mit vársz el, mi az, ami zavar, mik a tapasztalataid, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem. Nézd, én ahhoz szoktam hozzá, hogy mondjam neked. Nekem, én dolgoztam egy Gertner Viktor nevű rendező mellett 4 éven keresztül, mint első asszisztens, aki valaha az UFA fővágója volt. Berlinből az UFA-tól nem jött ki film, amíg ő le nem ellenőrizte és azt mondta, hogy mehet. Ez nem volt egy nagyon nagy kaliberű rendező, de az, hogy egy jelenet, hány beállítás lesz, milyen és hogy, ő bejött minden reggel a gyárba, elővette a kis céduláját, és azt mondta, elmondom, hogy mit csinálunk. Innen időig ez egy, behozduk egy fát, egy kettős, leülnek. Anstit jobbról, anstit balról. Közeli, közeli. Mikor fölállnak, nem akarom végigkísérni, csinálunk innen egy totált. Itt a színész ide áll, megkerüli az ablaknál a másikat, az el tud fordulni. Magyarán egy olyan
precíz technikai tudása volt, amit én 5 filmen keresztül már a másodikban a kis ujjamból kiráztam. Ezért én hozzá voltam szokva, hogy akár a Hegyi Barna, akár az Ejben Pista bácsi, akivel várjál, csak a Mese a 12 találatot csináltam, bejöttek, hogy mi legyen, ez lesz. Nagyon kevés, abban az időben nagyon kevés operatőr mondta, hogy ja, ezt ne így csináljuk. Ez volt a rutin, én ezt megszoktam. Jó? Ezért én, és érdekes módon a legnagyobb operatőrök is, az Anschnittet szereted? Te szereted? Ne csináljunk, ne csináljunk. De az alapja megvolt. A másik meg, hogy én a Janó mellett, tudod, valahogy annyira beleszerettem a világításba, hogy időnként úgy odasusogok, hogy te nem sok a derítés. Nagyon ki van világítva a színész. Így jobb, a tied, de nekem jobb. Szóval én nagyon szerettem ebbe az operatőri dologba partnere lenni az operatőrnek. Tudod? Mert elképesztő tapasztalataim vannak. Tudod? Mikor csináltunk egy amerikai-magyar koprodukciót, a Maggie Smith, a Christopher Plummer nagy nevek, és az Andor Tomu vittem ki New Yorkban, már magyar operatúra szerződés szerint, és én tudom, hogy ő hogy dolgozott, ez az egymásra nézve előtt volt, és a repülőtéren azt mondtam neki, Tomikám, ez nem egy magyar buli, te itt nem tudsz közbedumálni, hogy ide menjél, oda menjél, itt megállapodunk, és te azt így megcsinálod. Jó. A Christopher Plummerről, aki meg nem tudom hány filmét megmutatták nekem, a producer Halmi, Hallmark, látod a televízióban most is, irodájába, egy kis szobába, egy formális próbafelvételt csináltunk, bejött a Christopher Plummer, bemutatkoztunk én meg. Volt egy akkora kis luk, mint ez a fél szoba, annak is volt egy ilyen kis, mintha egy olyan kis elválasztó eddig érő fal. Hát ott lehet előtte menni, mögötte menni, megállni, jobbra fordulni, balra fordulni, két mondatot mondani, mosolyogni. Ezt mind elmondtam neki, és mindig mondta, hogy Károly, hát természetes. Elkezdjük ezt forgatni, várjál, és mikor előre jön a Plummer mögé, a kis térdigérő vagy melligérő fal mögé, azt mondja a Tamás az Andor elég rangosággal, legyen olyan kedves letérdelni. Én megvártam ezt, és azt mondja a Tamás, ha eldőlne a bal kezére, mondom, állj. Köszönöm szépen. Mondom a Tamásnak, te őrült. Hát ez nem így működik itt. Hát miért? Mondom, nem, megbeszéltük a repülőtel. Hazajöttünk. Csináltuk az első forgatási napot, a Dunaparton volt ott lent egy kis kocsma, ahol békacombot és nem tudom, kagylót lehetett kapni. Egy vacak kis szűk hely, de háttérben a Duna, meg azért minden nagyon jól kispekuláltuk a Romvárival, bementünk első nap, a Tamás marha ideges volt, bemegyünk Musterra, a Plummernak a hosszú kabátot tartja, egy olyan kamera árnyék volt, hogy mondom, hú, a kurva élet. A Plummer szerződésében benne volt, hogy Mustert nézhet. Hadd ő mellettem a Plummer. Arc izba nem rándul. Kijövünk, mondom, most itt nem vacakolunk,
Szervusztok, jó éjszakát. Cseng a telefon otthon. Éjjel 12-kor. Nem akartam a Tamással ebbe a helyzetben. Azt mondja, mert Károly, hogy tetszett? Mondom, életem, nem szeretem azt az árnyékot azon a kabáton. Azt mondja, és mit gondolsz? Mondom, szeretnék beszélni az operatőrrel holnap. Azt mondja, és mit akarsz vele beszélni? Mondom, lehet, hogy megismételjük ezt a jelenetet. Jó. Kimegyünk másnap, de már a Plummer úgy néz rá, megy meglehetősen harapos azon, úgy nézett a Tamástól, aki szintén egy nagy darab ember, hogy mondom, Jézus Mária. Hazamegyek, forgatás után, New Yorkban a producer a Halmi. Te, már néztem egy másik operatőrt, meg akarom venni, mondom, várj egy kicsit, várjuk meg a második napot, majd az elsőt meg fogom ismételni, nem egy új forgatáson. Újra bemegyünk a vetítőbe. Te valami totál káosz a fények egymás között, jobbra balra. Fölhív a Halmi, azt mondja, te, én kirúgom a te operatőrödet. Mondom, öreg, az én, nem te rúg ki a te plammeredet, mert az te fizeted, de az Andort nem te rúgod ki, én fogom kirúgni. Megyek a Tamáshoz, és előadom ezt neki, és azt mondja, tehát én azt hittem, hogy azt éreztem, csinálunk még, mondom, Tomikám, nem megy. Fölhív a Halmi, pénteken azt mondja, vasárnap ott van az új amerikai operatőr. Milyen? Meg fogod látni. Jó. Mondom a Tamásnak, figyelj ide, maradj itt kameramannak. Ne veszekedjünk meg, minden Isten halagja. Egy kellemetlen dolog, te itt egy nagyon jó nevű operatőr vagy, minden Isten halagja. Megjött kérlek szépen szombaton este egy ilyen vékony srác, vasárnap reggel 8-kor bemutatkozott, a Balatonon forgattunk, kivittem a szőlőbe, kivittem oda, mondom, itt jön a Plummer, itt a izé, itt áll a kamera. Tamás jön, összeismerkednek, próba, másik próba, ő hozta magával a fókuszpullerját. A felvételnél a következőt mondja, tedd be a ABC 4 szűrőt. Pasi berakja a 4 szűrőt, állítja a 5-6-4 amen, senki nem látja. A fókuszpuller elállja, hogy valaki megtanulhassa, hogy ezzel a 4 szűrővel ő hány blendét megy le. Felvétel. Te, ez a pasi, amit tudott világításban mindenben, de mikor már összebarátkoztunk, csináltunk egy hosszú fártot. És a Tamás ott ül a kameránál, és én megállapodtunk a fickóval, mert én mindig úgy nagyjából bemondtam, hogy ez egy olyan 20-as optika kerüli. Vagy próbáljunk most közel menni, 50-es, 70-es, és akkor azt megdumálgattunk, ez nem mozdul, a próba lemegy, felvétel, látom, hogy a Tomi nem bírja, fogja és megy kicsit közelebb. A zoommal. Ez a fiú nézi, ez ilyen stop. Tamás, ne rongáld a karrierem. Na most, de meg kell neked mondanom, hogy a legnagyobb meglepetés nekem egy holland operatőr volt, aki Angliában dolgozott, aki a Játékos című dolgozatomat csinálta. De ott az egész egybe a látvány. A Ben van Oz, aki a egyik legnagyobb látványtervezője a Greenway filmjeinek. A Ben van Oz volt a díszlettervező, és akkor nem tudom, hol
kújtorogtam, oda utaztották, és a következőt kérdeztek. Károly, megfelel az neked, hogyha ezt a Dosztojevszki lakást, ami egy egyszerű primár dolog, úgy csinálom, hogy ez tulajdonképpen egy elhagyott, nem működő templomba van belerakva? Nem, igen. Érdekes. Elővet a zsebéből egy összegyúrt papírt, keresett egy ceruzát, és úgy ott fölrajzolta. Mondom, és hol a templom? Azt mondja, megmondom neked. Itt oldalt lesz egy folyosó, ahol a templom oszlopait láthatod, mozgatható, mindig kameraállás szerint tudod mozgatni, de van egy elképzelt kupola, ahol, hogy a künti fény melyiken jön be, az lesz a mi dolgunk. Ezzel az operatőrrel meg volt dumálva, hogy délelőtt 11 vagy délután 5. Mert a délelőtt 11 órás nap a kupola egyik részén jött be, amit nem láttál soha, csak fénybe. A másik az alkonyban valami hihetetlen, hogy mondjam neked. És ezt a pasi, ezt kérlek szépen, mikor bejött a műterembe, itt forgattuk, te a világosítókkal úgy megbeszélte, hogy leestem a székről. Ők nem tudtak angolul, ő nem tudott magyarul. Elővette a világosító? Ja, a Ricsi. Igen. Elővette a papírját, és mondom. Szóval tulajdonképpen én még nem találkoztam unatkozó operatőrrel. Meg kell neked mondanom. Picit tudsz igazítani a dimmerén ennek a színpadi lámpának, mert nagyon villog is szerintem. Vagy lejjebb, vagy följebb. A Jánó, ő kinek tudott fővilágosítóval? Hát a Jánó mindig a kártaival. Igen, igen. Ő ki volt a Jánó fővilágosítója, az volt a fővilágosítója. A Tominak volt egy... A televízióban volt egy jó fővilágosító. Ő azzal szeretett dolgozni. De hát ti azt nem ismertétek ebbe a... Még lehet, hogy a török Feri papája volt. Igen, 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 igen. Egy Bojkoszki nevű ember. Ja, Bojkoszki. Ez egy külön este. Na, hát nézd, igen. Sikerült. Sikerült egy vizsgafilmmel együtt dolgozni. Ja, vélem, igen. Egészen elképesztő élmény volt egy ilyen hihetetlen tudású emberrel, tehát egy ilyen pici vizsgafilmet is olyan elképesztő odaadással csinált. Hát januárban egy kőbányában. Hát hozzátartozik, hogy akkor még a nyersen minden, szóval a fény 10-szer annyi volt, mint amit most használnak vagy használunk, és ez a Bojkoszki, mikor elkezdte oktatni az ő világosítóit, fönn a hídon, meg alsósokat, felsősöket, az valami olyan szöveg volt, amit én életemben ilyen szellemeset nem hallottam. Paksikám, a művész úrnak itt alul tértől vegye le, ne a nadrágját, a fényt, de úgy, hogy ne csillogjon itt a padlón, érti, mert ha csillog, elcsúszik a fényem. Ezt a főfényt, ezt a vacakot vigye balra, a szíve irányába. Na most ez így ment egész nap, de ez valami hihetetlen volt. Volt egy noteszó, 10-valahány, amiben 1932 óta fölért minden filmet, amiben dolgozott. A nagy története az volt, ott egy Bolvári nevű, nagyon ismert, valahai első világháborús huszártiszt, aki nagy név lett könnyű játékoknál az UFA-nál Németországban, és az dolgozott Magyarországon, dolgozott Párizsban. Ide jött egy drága német filmmel, mindenkit hoztak, csak az Ejben Pista bácsi, az volt, mert az Ejben az mozdíthatatlan volt. És akkor elmesélte, hogy...
ő volt az operatőr, hogy bementek a 3-as, 4-es műterembe, aminek a hátsó fal az udvarra rúg ki, és akkor a Bolvári oda ment a legelső, a szembelevő falhoz, és akkor mondta, hogy hát itt bejön a Johannes Hesters és a egy magyar filmsztár, és akkor jönnek, mi kocsizunk hátra, és akkor belebotlott valamibe, daszkét meg, ez elmegy, ment hátra, odaért a falhoz, megfogta, daszkét meg, készítették a falat. Mert még ott neki kellett az a 6 méter. Hát ezek olyan, hogy mondjam neked, történetek ebből az időből, amerikai méretek. Szellem. A gyerekek, nem fognak ők minket? Itt volt kérdés. Balázs? Színész instrukciót is kérdeznék. Amikor én megnéztem ezt a filmet, akkor az én nagymamám nagyjából ugyanilyen állapotban volt, mint az idős öreg hölgy, és egy az egyből ugyanazok a gesztusok, meg beszédek hangoztak el, ugye nem nélkül. Azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan volt instruálva a néni, vagy hogyan volt, honnan szerezte az ihletet ahhoz, hogy ezeket a gesztusokat, ami ebben az utolsó időszakban éri, ezt át tudja adni. Ennek ő nagy részét hozta. Ő készült mindezek a klasszikus régi színészek egyébként, hogy milyen kézmozdulat. Ezek a külsőleg megfogható dolgokat, ezeket mind külön gyakorolták magukat. És amikor bejött, ő automatikusan hozott magával egy ajánlatot, hogy hol tartaná a kezét, meg nem tudom mi, és hogy... És miután ő Molnár Ferenc özvegye volt, és Ausztriában és Németországban játszott színházban, ez az akcentusa, ez eredendően, ha akarta, ezt ő előhozta. Most ez nagyon sokat segített az ő egész gesztusrendszeréhez, mert egy picit az is hozzá kapcsolódott az ő színészi elképzeléséhez, hogy bizonyos szavak nem jutnak eszébe, és akkor ez az ő egész mimikáját, a gesztusvilágát, és mikor ezt megbeszéltük, vagy az első napokban, akkor tulajdonképpen nekem annyi volt a dolgom, hogy finoman kívülről látva azt mondjam neki, hogy jaj, Lilikém, nagyon közeli ez sok, vagy egy kicsit távolabb vagyunk, hogy Lilikém bátrabban. Ez volt a, hogy mondjam, ez volt a kulcsa annak, hogy nem dumáltuk halálra egymást, hanem praktikusan mentünk előre. Van egy Vasziljev nevű világhírű színházrendező, biztos hallottátok a nevét, aki ilyen különböző Moszkvában a Törőcsik Marit egy fél évre elrabolta, nem lehetett a Marival beszélni, mert neki volt egy speciális színészi metódusa, és itt valamit próbáltak, még Iván élt, és ő volt az egyik szereplő, és már jött a főpróba, de a Vasziljev úgy dolgozott, hogy mindig különböző történeteket mesélt el, meg helyzeteket, hogy neki volt egy nagybátyja egyszer, így, meg úgy, meg amúgy. A különböző szereplőknek az szerint, hogy kiből mit szeretett volna majd hosszú távon elérni, igaz, hogy próbált egy fél évig, vagy egy évig egy valamit. Jött a főpróba, és akkor újra még elmondta a fő történeteit. Az Ivánnak a mamája orosz volt, és oroszul imádott beszélni, és azt mondta végén, azt mondná meg nekem, hova álljak. Na most hát végül is a konkrét instrukciók, azok nagyon, hogy mondjam, sokat segítenek a filmmel, mert a színész igazán nem tudja,
vagy nem tudja érezni, hogy ez az első harmada a filmnek, a pasi ezt tudja, azt tudja, amazt tudja, van egy elképzelése, utána fölveszük a legvégét, utána fölveszük a legelejét, tehát ha nem kap támasztékot konkrétan, hogy te ezt tulajdonképpen próbáld csak meg egy kicsit, az el van veszve, és elkezd kezdeni csinálni össze mindenfélét, hogy látszódjék, hogy ő azért dolgozik. Nekem az Ivánnál volt egy, hogy mondjam, nagyon kevés szóváltásuk volt, de egyszer bejött a műterembe, csináltunk egy egymondatos közelit, és elmondja. Mondom, Jézusom, nem tudom, mit próbálnak a színházba. Ott nem, onnan jön, még hozza azt, megy a rádióba. Szóval ez egy iszonyatos, hogy mondjam, megterhelő dolog. Jó, még egyszer vegyük fel. Mondom neki, jó, fölveszünk. Nem igaz. Mondom, Iván, elég, ha a nevedet adod a produkcióhoz. Ez annyira megbántotta őt, nyitva volt a műterem ajtó, elővett egy cigarettát, rágyújtott, a műteremben halálos izé volt, utána mondom, a gyerekek, senki nem esett. Kiment, visszajött, leírt három kört, elszívta a cigarettát, és azt mondta, tőlem mehetünk. De úgy megcsinálta azt az egy mondatot, hogy mindenki eltapsolta magát. A színész az egy hihetetlen érzékeny dolog, és hogy mondjam, a lövészárokban van legelől, mert hát ő viszi a hangját, a mozdulatát, a tehetségét, hogy mondjam, elsődlegesen rengeteg függ tőle. Ha ki lehet belőle szedni a film igazi valőriét, igazi értékét, igazi hangulatát. Szóval egy izgalmas, hogy mondjam, dolog, amiket én itt átéltem, és őszintén megmondom nektek, hogy fiataloknak, akinek ez tényleg új, hölgyekről és urakról van szó, ez egy nagy élmény ezeket elmondani. Még egy rövidke kérdés, hogy kinek az ötlete volt az, hogy van egy olyan rész, amikor oda megy Maria a hölgyhöz, és akkor azt mondja az idős hölgy, hogy még közelebb, és még közelebb, és a kamera is felvesz egy pránt, és amikor azt mondja, hogy még közelebb, akkor ő is egy kicsit belevarjúzik. Utána még közelebb, és meg mindig. Igen. Igen, hát ez egy ösztön. Ő nézi a felvétel közben. És én meglátom, hogy mit csinál, és már kész is vagyunk. Mert a beállítás eleje az milliméterre meg van csinálva, de onnantól kezdve én abszolút bízom benne, hogy ő tudja, mit csinál. Ott is volt hátulra, illetve nálad, igen, mond. Nekem az a kérdésem volna, hogy ezeknek a gyors és asszociációs vágásoknak az ötlete honnan jött? Ez akkoriban volt, mert nekem a gyors snittek? Igen. Én ezt legelőször a Tóth Janó kisfilmjeibe vettem észre, és tulajdonképpen neki volt egy alapvető milyen számrendszere. A laboratóriumban, ha 6 kockánál rövidebb egy snitt, azt már korrigálni fényel nem tudják. Tehát ha ő egy 6 kockánál rövidebb snittet akar csinálni,
Egy másodperc, 24 kocka, a 6 kocka, épp annyi, hogy mi a jövő Istent láttam. Mikor már többször nézi az ember, már megszokja, akkor a pohár talán már megfogható. Na most, amikor felvettük ezeket az emlékképeket, és én elkezdtem velük a vágószobába szórakozni, ami egy új és izgalmas élmény volt, akkor elkezdtem úgy szórakozni, hogy egy, kettő, ez hány másodperc? Egy. Apukám, vágjál be 24 kockát. Jött a Simó Gyuri, fogalmunk nem volt, hogy mi lett, bevágta a 24 kockát. Nézzük meg. Milyen? Sok. Milyen? Kevés. Asszisztensnő. Én nem tudom, nézzük meg még háromszor. Jó. Hát vágjál be 36-ot. Ezt hagyjuk így, és nézzük meg, hogy előtte meg utána mi lesz. Hát milyen hosszú az a közeli fej. Igen. És én így később én úgy vágtam, én mindig ott ülök a vágószobában, a vágó, mert ő vág, de én mindig mondom, hogy tehát valahogy úgy kéne, hogy apukám, várjál csak 48, 48, 48, meg 16, 58, 64, 60 kockát vágjál be. És én filmre erre rájöttem. Az a Gertler Viktor, akiről beszéltem, aki az UFA-nak a fővágója volt, az miután az ő későbbi felesége, egy finompesti úrinő 46-47-ben disszidálni akart, útlevél nélkül elhagyni az országot, ezért a Gertlert minősítették, nem rendezhetett filmet. Hát úgyis vágó, menjen vissza vágónak, de hát ő 38 óta vágószobában így nem ült, és ugye a kép meg a hang meg a szinkron rettentő sokat viaskodott vele, ezért ki tudja, hogy mi a dereje betélő. A dereje az egy finom tészta, benne mindenféle lekvárok vannak, és azt egy ilyen tével vágíták föl az én gyerekkoromba, olyan recéssé tette, és akkor beletették a lekvárt, és akkor elvandosták. Ilyen delejemet élővel, mert ez pont beleillett a filmkocka lukába, csinált egy kis szerkezetet magának, hogy a képet és a hangot egyszerre húzta egy ilyen delejemet élővel, hogy szinkronba legyen. És én bementem egyszer hozzá, még akkor, mint más filmben valami Samesz vagy Fulajtár, és ott beszélgettünk, és a következőt csinálta, mellettült az asszisztensnő, levette a tányérról a filmet, és azt mondta, ez a közeli. Tűpontos. Megyünk tovább. Ez a totál. Úgyhogy egy ponton túl, hogy mondjam, bizonyos mechanizmusok marha érdekesen tudnak működni. A hossz ugyanis mindig egy nagyon szubjektív dolog, attól függ, hogy az embernek milyen a vérnyomása, alszik-e vagy nem alszik, itt vágd el, másnap bemegy az ember, mi ez? Szóval annyira változni tud az, amit az ember érzésre vesz. De ez ebből nagy baj nem lehet. Ezzel aztán lehet szórakozni, hogy már háromszor adtam ugyanazt a hosszt, akkor a következő egy sokkal rövidebb lesz, a rákövetkező egy kicsivel hosszabb. Nézd azt, hogy mi van itt. Egy kicsit ébreszti a monotóniát. Egy dolgot mindenképpen meg akartam kérdezni, a vége jelenet. A találkozás jelenet. Igen. Ugye, mert egész odáig a film flashbackeket használ, és itt van egy olyan, szerintem ettől annyira ilyen katartikus ez a jelenet, hogy
hogy ott előre ugrunk az időbe, és valami olyat látunk, ami majd csak meg fog történni, amikor egymásra néznek. Hogy ez mikor, ez a gondolat, ez mikor született meg, a vágásnál, vagy a forgatásnál? Nem, megmondom neked. Amikor először összeraktuk a filmet, az Iván rész, ahogy ő kijön, ahogy beül a taxiba, ahogy végigmegy a kerten, ahogy bemegy a lakásba, ahogy leül és vár, ez egy időjáték nélküli fölépítés volt szándékosan már agyba. Amikor megnéztük a filmet, de többünknek, rögtön vágónak, asszisztensnek, nekem, hogy basz, itt valami nem stimmel. Mert nem lehet csak úgy kilépni ebből a... Valós idő. Ebből abból az időből, amit már megteremtettünk, egy ilyen reál időben. Elkezdtük elővenni a meglevő anyagot, amit még nem használtunk, hogy mi van még. És akkor ebből fabrikáltuk össze azt az időtörést, hogy van a jelen, van egy-két villanás, a pad, az lehet a jövő, de lehet a múlt, de van egy-kettő, amikor ő fekszik kint, úgy a fű eltakarja félig az arcát, olyan, mintha egy nem igazi ember lenne, itt csak valamire gondol, és akkor, ja, hát ő nem gondolna arra, hogy mi lesz. És az ötlet az első komplett vetítés után született, és ezzel elkezdtünk játszani, és ez, ami már egy teljesen ambivalens dolog, csúcsosodik a legvégén, ugye, mikor a Mari az ő mellére borul, és akkor ott volt egy olyan finom kis hollywoodi ölelkezés, és akkor azt megtörtük ezzel a gyors, egész más karakterű, ami lehet a múlt, lehet a jövő, lehet az mindenféle lehet. És akkor azt mondtam, hogy na, gyerekek, meg vagyunk. Szóval ez nagyon sok fázison ment át így a menet közben, apróságokon. Úgy érzem, hogy elfáradtak mindenki. Egy kicsit hosszúra is nyúlt a beszélgetés. Akkor én most nagyon sok szeretettel megköszönném, hogy eljöttél hozzánk, és ezt mind elmesélted nekünk. Hallatlanul izgalmas időutazás volt. Köszönjük szépen! Köszönöm a meghívást.